Például nagyon sürgetővé vált már a csapadékvízelvezetés problémája, ami egy például várhatóan egy része lesz ennek a 4,5 milliárd forintnak. Aztán nagyon szeretnénk a közintézményeket még tovább korszerűsíteni, tehát azok, amik kimaradtak korábban, ugye az előző ciklusban iskolaépületek korszerűsítés, energetikai korszerűsítés volt. Szeretnénk az óvodákkal folytatni, és az óvodákban, ha nem is energetikai korszerűsítés, de mondjuk a mosdók, konyhák felújítását, vagy az udvarok csinosítását mindenképpen szeretnénk ebbe beletenni.